egészségünkre. Most az ünnep hetében úgy gondoltuk, hogy arról beszélgetünk, hogy vajon a hit mennyire tehet jót, akár még az egészségünknek is. Szeretettel üdvözöllek, Tibor. Én is mindenkit szeretettel üdvözlök karácsonykor, meg aztán nagyon szeretettel. Neked van egy gyönyörű dalod, amit te magad írtál, az a címe, hogy Fohász. És mintha minden kiszakadt volna belőled, ami az életben a tapasztalat, a vágy, a remény, a várása a segítésnek a mindenhatótól. Szerinted az egészségünk hogy függ mindezzel össze? Hú, de szépen fogalmaztad meg, ez komolyan nedves lett a tenyerem, olyan jó volt hallgatni, mert tényleg ezt akartam. Szerettem volna megfogalmazni azt, hogy mit várunk és mit kell, hogy adjunk. Mert az nem úgy van, hogy csak kapunk. Először nekünk kell adni. Nekünk kell adni szeretetet a családnak, a hitünknek, hazánknak. Hú, de nagy szavak, ugye? De hát karácsonykor talán megengedhető, hogy őszintén beszéljek, mert a fohász az gyakorlatilag mindannyiunkért szól. Csak magamnak imádkozom ebben a dalban, de ha ön énekli, akkor ön is a sajátjának kell, hogy érezze, mert akkor fog igazán hatni. Uram, a kezem el ne enged, te vagy a vég, te vagy a kezdet, te vagy az egy, és te a minden, te vagy a túl, és te az innen, te vagy a hajnal, és az este, te vagy a remény éjjelente, te vagy a fény, és te az oltár, te vagy a szent, ki velem voltál, te vagy az élet, és az álom, te vagy a legszebb szó a számon, te vagy az egy, és te a minden, te vagy a megszabadító irgalmas Isten. Te ott voltál, mikor születtem, te ott voltál, ha rosszat tettem, mikor bánat nyomta a vállam. Édesanyám, sírjánál álltam, Uram, te láttad, minden léptem. Te vagy a vígaszom, reményem, amikor kellett, segítettél, mindig jótra terelgettél. Add, hogy éljek őszinte szívvel, szolgáljam hazám szenvedéllyel. Te vagy a kezdet és a minden, áld meg családom és hazám, irgalmas Isten. Amikor én ezt megírtam, akkor édesanyámat veszítettem el. És úgy éreztem, hogy most lettem felnőtt. Most azt a kezet kellett elengednem, amit manuálisan fogtam, de helyette kaptam egy másikat, amit valójában egész életemben tartok a hitemben, és az minden érzékszervemben, mert hányszor mondjuk azt, hogy Istenem segíts? Hányszor mondjuk azt, hogy hú, de jó volna, hogyha most valaki megfogná a kezem és vezetne tovább. És valahol ez a fohász azért szól, mert kell ez a segítség, és csak mi döntjük el, hogy igénybe vesszük-e vagy sem. Hit nélkül nem lehet élni. Hit és cél, ez a kettő a legfontosabb, és ezt már többször is megfogalmaztam. Azt hiszem, hogy ha az ember lelke rendben van, és erről szoktunk is beszélgetni, akkor valahogy az egész szervezete is jobban működik. Ez tökéletesen igaz.
Ott kezdődik az egész, hogy az ember szervezete akkor működik tökéletesen, ha az agya is és a szíve lelke. Tehát nem véletlen mondjuk, hogy pszichoszomatikus betegségek, tehát nem a szoma-pszicho, hanem pszichoszoma. A pszicho, tehát a lélek, az agy, a habitusunk, a gondolkodásunk, a szellemünk, az határozza meg a testi egészségünket is. Oly Istenem, hányszor volt, amikor önök eljöttek hozzám, kérem, igazoljon, hogy mindig, szinte mindenkinek, ha van rá idő, elmondom, hogy először az agyba kell rendet tenni ahhoz, hogy egészségesek legyünk. Tehát úgy nem megy, mert most bocsánat, ismétlek, hogy történik valami, és akkor az ember agya felfogja. De azonnal a vágusz, tehát a bolygóideg és a gyomor, összeugrik a gyomor. Miért? Mert valami olyan történt, ami nem várt esemény, amit érzem, hogy a szervezetemnek nem teszi jót, vagy a létemnek fenyegeti, vagy bármi. Ez lehet öröm, és lehet bánat. Hát sajnos általában a bánatnál van nagyobb tragédia. És ilyenkor a gyomor, ahogy összeugrik, nem erre szokott a gyomrunk. Amikor még ott sétáltunk, járkáltunk a szabadban, alig ruhában, akkor is voltak ilyen dolgok, mert az állatok esetleg ránk támadtak, de ma sokkal több ilyen állat van, már bocsánatot kérek, átvitt értelembe, mert a fenyegetettség egy rossz hír a rádióból, egy hülye autós, aki nem úgy vezet, ahogy kéne, tehát állandóan stresszeljük magunkat, Séhely professzor úr ugye jól meghatározta, hogy a szellem a testet tudja megbetegíteni, és ez a szoma, tehát a test sajnos reagál rá. Ebből indul aztán ki a gyomorfekély, vagy hát először csak a elsavasodás, aztán a reflux, utána a fekélyek, és uram bocsá, a legrettegettebb betegségek egyike a daganat is. Úgyhogy ha a pszichénk nincsen rendben, ha az agyunk nincsen rendben, ha nem engedjük el a rosszat, ha nem mondom azt, hogy nem érdekel, történjen bármi, én akkor is megyek tovább. Tehát ezt kell megtanulnunk, és ezt már a jövő évre mondom, de már most karácsonykor, és ha nem úgy sikerül minden, ahogy szeretnénk, ne trenköljük magunkat, ne csináljunk a bolhából elefántot, hiszen még egyszer magunkat, a legértékesebb lényt pusztítjuk ezzel. Karácsonykor szeretünk jókat enni, tulajdonképpen az ünnepi terített asztal is, egyfajta áldozatbemutatás és egyfajta öröm. Sokszor beszéltünk már Tiborral az étkezésről, mégis azt mondom, hogy soha nem lehet eleget ez beszélni rá. Egy-két jó tanácsot. Hát én azt mondom, hogy karácsonykor legyen otthon, hát hogy is mondjam, az aloék szuperkoncentrátuma, amely nagyon sok mindenben tud segíteni. Én úgy, mint házi szerként egész évben javasolnám, hogy ott legyen, mert bármikor lehet olyan, hogy elrontottuk a gyomrunkat, vagy túlettük magunkat, vagy túlittuk magunkat, ilyenkor az is előfordul, vagy bőr problémák, vagy valakinek begyullad a füle, vagy a takonykor elkapja, és akkor ki kéne tisztítani a járatokat, és sorolhatnám, hogy mi mindenre jó. Ez egy olyan csoda dolog, amit az aloéből egy speciális módszerrel szűrt, tisztított, koncentrált állapotot használunk fel. 1932-ben már Filatov professzor ezt megtalálta, felfedezte, és aztán sokáig nem történt semmi, hiszen ezt Oroszországban, üvegházakban termelt aloén készítette, és hála a jó Istennek most már újra itt van. Gyerekeknek, felnőtteknek, idősnek, fiatalnak, mindenkinek nagyon ajánlom. Tehát, ha ilyen kisebb-nagyobb problémák vannak, lehet a természethez fordulni, és nem fogja cserbe hagyni. De ha már megkérdezted az étkezést, most nem akarok ünneprontó lenni, de azért módjával. Szóval, vagy pedig, hogyha most a beigli félmérgezését, meg a halászlé, stb. Egy kis zsíros húsok, stb. Édességek plusz súlyt hoznak a testünkre, akkor tessék nyugodtan január 3-ától megkeresni, mert megvan az a módszer, hogy úgy kezdjük az új esztendőt majd, hogy megújuljon a testünk is, ne csak a vágyaink és a gondolataink, hanem a pszicho,
Szoma együttesen adjon önnek csodálatosan jó új esztendőt majd. Hát én akkor ezt úgy összegzem magamban, hogy szabad enni, finomat, de azért a módjával az nekem nagyon tetsző szó, hogy azért nem muszáj, ugyan már nem kívánjuk, de még azt a ötödik beigli szeletet is elvenni, hanem gondoljunk arra, hogy a szervezetünk is kifárad. Maga az emésztés is egy munka. Pontosan. A szervezetet nagyon igénybe veszi, mert ugye munkát adunk, ahogy mondod. Csak az nem mindegy, hogy mit engedünk le a torkunkon. Tehát akár élelmiszer legyen az, akár italok. Én például most beleszeretem ebbe a hidrogenizált vízbe, és ott van a kancsó, és bárki, aki jön hozzám, ha véletlenül elbobiskolok, és nem kínálom meg, akkor tessék mondani, hogy kérek egy pohárral. Állítom, hogy már egy pohárnál is lehet érezni, hogy mennyivel jobb. Lehet. Igen. Lehet. Tehát sokkal... a nyálképződés, az emésztés, minden. Így van, egy picit meggyorsítja, megkönnyíti az emésztést a hidrogénes víz, úgyhogy ha az egészségklubba járnak, tényleg ne felejtsenek el egy jó pohárral inni, vagy akár kettővel. Persze, én ingyen adom, tehát bármennyit ihat, ha ott van, és akkor, sőt, haza is lehet vinni, mert az a lényeg, hogy majdnem azt mondtam, hogy mindegy, hogy mitől, csak legyünk egészségesebbek, hosszabb és boldogabb életűek. Ez a cél. És hogyha már az jó Isten, amivel kezdtük a beszélgetést, arra felé terelt, hogy segítsek az embereknek, akkor a maximálisan a legjobbat szeretném mindenből. Ez így van. Nekem volt egy nagyon kedves telefonom, ahol a hölgy azt mondta, hát ő szeretne szép lenni karácsonykor is, az új évet is újra kezdeni, és vízhiányos bőre van, és hát a Tibor biztos tud erre valamit mondani. Tudok. És én rögtön azt mondtam, hogy még időben van, hiszen akár magunknak ajándékozunk, mert hölgyeim, azt se felejtsék el, hogy önmagunknak is adhatunk ajándékot, amit esetleg nem engedünk meg egész évben. Egy igazi jó, ez a kiegyenlítő, balanszírozó krém, hát milyen isteni? Hát igen, tudnék, nem csak kor kérdése, már egész fiatal korban is vannak bőr problémák, kiszárad a bőr, vagy túl zsíros, vagy mit eszeres. Mai lakásokban mindegy, hogy fiatal vagy pontosan, idős, hiszen, száraz a levegő. Hiszen nem fával, szénnel tüzelünk ma már, ami azért a levegőt egy mindig egy kicsit más állapot, itt túlszáll, ahogy mondtad. De nem csak a krémekkel kell a szervezetünket karbantartani, illetve a bőrünket karbantartani, hogy ne száradjon ki, hanem folyadékkal. És erre két fantasztikusan jó teát tudok ajánlani. Az egyik, ugye az aloe bimbóból és egy tizenvalahány gyógynövényből készült, tisztító, regeneráló, a kötőszöveti állományt megmozgató, a felesleges pangóvizeket kitakarító teját merem ajánlani, egy filterből másfél litert, vagy pedig az új sztárt, a saját magam kifejlesztett Strelax-nak hívom, mert a stressz és a relax, tehát a stresszes állapotot relaxációs állapotba hozza, nappal is, meg éjszaka is, tehát ha én komolyan mondom, hogy először mondom, mert nem akartam ezzel dicsekedni, de tényleg minden nap megiszom az én magam tejáját, és innen gondoltam azt, hogy akkor másnak is tudok vele segíteni. Finom is. A nagy ünnepi forgatagban, amikor az ember elaludni se tud a sok élménytől, milyen jó nyugtat, egy ilyen csésze nyugtató teját. Nyugtat a hatóanyagat, mert annyira vigyáztam arra, hogy nem csak, hogy a jó, tehát azokat, gyógynövények legyenek benne, de abból is a legjobb fajta, mert azért ebbe is van differencia. Tehát azt tudom mondani, hogy ha arcbőrről, testbőrről, stb. Egyáltalán a védő fóliánkról van szó, burkunkról van szó, oda kell figyelni. És még talán nem késő azt mondani, hogy akkor ezt megajándékozom magam vagy mást, de mindig tessék a krém mellé oda gondolni azt, hogy és megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztani, nem sört, nem bort, nem fekete kávét, vagy bármit, hanem vagy tisztított vizet, vagy a hidrogenizált vizet, aloe verát, vagy olyan italt, ami egészséges teja, gyógynövényteja. Térjünk vissza a karácsonyra, hiszen Tibor még egy nagyon kedves dalt hozott nekünk,
és én szeretném, ha most ezt meghallgatnák. Borulj a földre téli álon, ölelj át minden gyermeket, és mindenütt a nagyvilágban örüljenek az emberek. Harangok tiszta zengő hangja kísérjen minden éneket, csítuljon el szíved harangja, várjuk a legszebb ünnepet. A kis faludban szent karácsony éjjel együtt van az egész család, siess hát, ne késs el. Havas úton cseng a kis szán, a kéményekből füst száll, végre te is megpihenhetsz, a karácsonyfa ott áll. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. Mondj el egy imát a sok szegény emberért. A szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép. Áldását szórja rád majd az ég. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. A sok szegény emberért, a szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép, béke hurrát karácsony éjjelé. A kis faludban szent karácsony éjjel együtt van az egész család, siess hát, ne késs el. Havas úton cseng a kis szán, a kéményekből füst száll, végre te is megpihenhetsz, a karácsonyfa ott áll. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. Mondj el egy imát a sok szegény emberért. A szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép. Áldását szórja rád majd az ég. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. Mondj el egy imát a sok szegény emberért. A szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép, béke hurrát karácsony éjjelé. Kedves nézőink, ezzel a kis dallal, a Tea Glóriával karácsonyi adása véget ért. Remélem, hogy egy kis szeretetet, egy kis szépséget loptunk az önök otthonába, az önök szívébe. A két ünnep között azért várom az önök hívását a műsor állandó telefonszámán 0620 9 340 330-as telefonszámon, és ha most megengedik, több szabad idejük van, akkor nézegessék meg a honlapunkat www.teagloriaval.hu, illetve a Facebookon is barangolhatnak. És nem maradt más hátra, csak hogy kívánjunk önöknek ismét egy csodálatosan szép karácsonyt, egészséget, boldogságot, és váljon valóra minden álmuk, amit karácsony éjszaka álmodni fognak. Úgy legyen, áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok. Egészségünkre.